Üdvözlők a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is egy fantasztikus szimulátoros videóval jelentkezünk nektek. Ezt a videót a Magyar Telekom hozta össze, és a korlátlan mobilnet kampányának az a jelszava, hogy mindenki kipróbálhat valami újat, valami olyan dolgot, amit még sosem. Úgyhogy mi most eljöttünk, és bizony igazi autóversenyezni fogunk, igazi autóversenyzős szimulátoron. És ebben segítségünkre lesz egy igazi autóversenyző, az F1 szakkommentátora Weber Gábor, úgyhogy menjünk Gáborhoz és tanuljunk meg autóversenyezni gyorsan. Gyerekek, itt ennyire komolyan megy a versenyzés. Weber Gábor. Szia Gábor. Én Forma 1 fan vagyok, úgyhogy én hetente nézem Gáborékat, vagy két hetente. Azt ugye tudni kell Gáborról, hogy igazi autóversenyző. Nem csak úgy szakértő, hogy szakértő vagyok, hanem úgy is lehet érteni valamihez, de az tény, hogy tényleg el tudom mondani, hogy mi történt. Ez én is átértem már egy részét annak, amit láttam. Úgyhogy most Mission Impossible, tehát így minket meg kell tanítani valami nagyon alapszintű dolgokra, és rögtön kezdem azzal, amit mindig mondtok, hogy Forzában milyen béna vagyok, sose kapcsolom ki az ideális ívet, meg a nyomvonalat, úgyhogy téged néznek, amikor versenyz? Versenyzek, játszom, és összevágok egy epizódot, és akkor fölteszem, és akkor tetszik neki. Ugye tetszik. Azt tudni kell, hogy Gergő nem szereti az autós játékokat, viszont amikor voltunk gokartozni, megcsapott a szele. Én nem szeretek vezetni, olyan trauma volt ez, hogy nagyon sokat kellett időt töltenem egy olyan feladattal, amihez egyáltalán nem vagyok semmilyen szinten tehetséges, és én ilyet azóta se csináltam soha, ez nekem borzasztó nehéz, és nagyon sokáig kellett megtanulni vezetni, én négyszer buktam meg. Van neked itt ilyen újjáró vár hátul, hogyha most így gondol a fejemben kiszállszak. Tehát alapvetően tudok vezetni, nem nagyon szeretek, nem nagyon kedvelem, függetlenül ettől a gokártozás még nagyon menő volt, mert ott azért megtapasztaltam ilyen kis gyógyi módon, hogy milyen lehet vezetni, de mondjuk a Schumacher megvert a Mimit. Képzeljétek el, de halál komoly, igen, képzeljétek el, az volt, hogy így elkezdett. Kezdők szerencséje rá? Nem. Jó voltam, ne vedd el ezt tőlem, légy szíves. Figyelj, elmentünk gokartozni, és Gergő ment egy kört, nem emlékszem, mint 53-as idő. Gergő ment még egy kört, 51-es idő. Gergő ment egy harmadik kört, 48-as idő, és a végén lementél, Életem a harmadik, második. Melyik őtök fogja ezt próbálni? Az Imi fogja próbálni, mert mondom, tehát hogy én úgy csináltam ezt az időt, hogy mindenki nagyon szépen vitte az íveket, nézzétek meg azt a videót, látszik, én mindenhol faroltam folyamatosan, tehát így csúsztattam a gokártot, csak valahogy úgy, hogy ez sikeres volt. És pont jó lett. Igen, úgyhogy ilyen szempontból én nem vagyok egy profi vezető, úgyhogy innen fogja ezt csinálni. Én meg jól felveszem. Srácok, akkor el is kezdjük az igazi versenyzést. Itt vagyunk Budapesten a Simhouse-ban, és Assetto korzázunk. Gábor éppen beállította az üléspozíciót, megnézték, hogy milyen erős a kormány visszacsatolás, ugye szekvenciális váltó van, nem kormányváltó van, és megtanultam tőlem az előbb, hogy előrefelé van a lefelé váltás, és hátrafelé van a fölfelé váltás. Ennek nagyon egyszerű fizikai okai vannak, amikor te fékezel, akkor így dőlsz előre, tehát akkor előre könnyebb váltani, és ugye amikor te fékezel, akkor valószínűleg visszafelé fogsz váltani. És amikor még gyorsulsz, az ellentetje. Ez van, Barcelonán fogunk menni, és tök jó, nagyon megnyugtató, hogy a Gábor mondta, hogy hát elég nehéz az autó. Mi az, amit ha valaki szimulátorozik, akkor tényleg meg tud tanulni? Elsősorban a koncentrációt, tehát azt a fajta koncentrációt, ami ahhoz kell, hogy jól vezess pályán, és össze tud rakni egymás után gyors köröket. Egyetlen egy gyors kört is össze tud rakni, tehát mind az alapokat, hogy honnan, hova kanyarodsz, mi az ideális hív egyébként, hogy reagál egy autó. Egyébként mit csinálsz a gázzal, mit csinálsz a fékkel, mikor kezdesz a fékezni, milyen egy féktáv. Most például megyünk egy nagy féktáv felé, mikor lépsz el a fékre, és milyen ritmusba váltasz vissza, és hogy teszed be az autót. A fékről való följövés, ez is egy külön művészet, az egy dolog, hogy mikor lépsz rá, de hogy engeded föl, és milyen ritmusba jössz föl, és egyébként hogy váltasz vissza, majd utána hogy lépsz vissza a gázra, ezekből áll össze egyébként aztán ez a végső köridő, amit a jobbaknak ugye hamarabb áll meg az óra egyébként, de hogy alapvetően ez is egy művészet. Bármennyire furcsa hangzik, nagyon sok apró trükkje van. Anélkül nincs is gyors autózás, hogy ne tudnánk, hogy mikor
honnan hova fordítjuk az autót és hova kezdünk el célozni. Enélkül, hogy például ott az ideális így most egy pillanatnak is kerül, ez nyilván igazi versenypályán valós körülmények között nem látsz egy ilyen odavetített ideális ívet, ezt a fejedben saját magadnak kell tudni odavetíteni, tudni kell, hogy hol tartasz a pályán, és hogy jön ki a leggyorsabban a rákövetkező szakasz, vagy a következő kanyarív. A lényeg az, hogy mindig a lehető legszélesebb íven autózunk, tehát amilyen szélesen lehet, úgy kezdjük a kanyar. Ugye most egy jobb kanyar jön, ezért kimegyek a bal szélére, innen kezdem, és így tudom a lehető legjobb ívbe bevenni ezt a kanyart, a lehető legnagyobb sugarú kört autózva, vagy egy körszeletet autózva, hiszen így tudok magas tempón maradni. És minden egyes alkalommal az ellenkező irányba kezdjük a kanyarokat. Tehát ha bal kanyar jön, akkor ezt ugye egészen az út jobb széléről kezdve indítjuk, és utána úgy vágjuk be a kanyar csúcspontja fele. Minden kanyar van egy úgynevezett csúcspontja, az gyakorlatilag az az érintőpont, amit középen megérintek, mert nem feltétlenül mindig középen, a kerékvető belső oldalán, és onnantól kezdve az lesz az ideális ívnek a közepe tulajdonképpen abból a szempontból, hogy a szemed mit kell, hol kell, hogy célozzon. Aha, nyilván az ideális ívet az is meghatározza, hogy ha van egy jobb kanyarod, akkor utána mi következik? Hogy még egy jobb kanyar, vagy egy bal kanyar, persze, vagy egy rövid egyenes, vagy egy bal egyenes, ezt nyilván már pályája válogatja, ez hogy... Ez már a második órának a leckéje. Ja. Nem csak a következő kanyar kérdezett, hanem a következő pályaszakasz már ott van a fejedben, és tulajdonképpen kombinációban gondolkodsz, és a célod mindig az, hogy az adott szakaszon lehető leggyorsabban menj el. Ez az mindig maximális fékerő, de először nagyon-nagyon fékezel, amekkorát csak tudsz, és onnan szép lassan hozod vissza a fékerőt, mert akkor már a maximális fékerő sokkal lehet, hogy ott blokkolnának a kerekek. Na ez egy igazán nagy művészet, de ezt megtanulni, ez még nem egy, meg két kör. Ráadásul ezt nagyon nehéz átadnom, ez tipikusan olyan dolog, mint hogyha azt kéne megtanítanom neked, hogy hogy kell elgitározni a Maria Mariát, mondjuk a Carlos Santanától. Mennyit mentem, amikor megkérdeztem? 2.10-ből 5 másodperc javítás úgy, hogy csak azon az íven mentem, amit a Gábor mondott, meg diktálta igazából, hogy melyik kanyarban hányas, meg hol fék. Wow! Jól van, mehetünk. Kicsi nekem ez az autó. Állíts ülést, nem? Nem, biztos lehet. Azért ez fontos, nem? Igen. Tehát ennél a játéknál. Most megmutatom a nézőknek, hogy mi következik. Most nagyon fontos. Igen, tehát ugye ez is egy hasonló szimulátor, mint amit láthatatok. Ez egy kicsit ilyen... Az az új verzió. Na ez szimulátornak hívni, az egy erős túlzás, ez egy igazi játéktermi, árkád játék. Ez túl sok használatot, hogy nem kell adnom neked, Gergő. De most lelőtted a poénom, annyi volt még benne ebben, de mindegy, startoljuk. Legkönnyebb pálya, mert közepest válasz legyen. Ne, de ugye... Közepest válasz, egy medium legyen. Jó, legyen medium. Az, Malibu, Central Park, medium. Romboldra a Central. Az egy híres pálya amúgy. Az egy nagyon híres. A sok verseny van. Jó. Nézzek, ebben benne van a Dom is. Benne van a Dom, na egyértelműen ezzel megyünk. Ez hátsó kerék, azért figyelj oda. Ja, persze, nem, teljesen készülök rá. Figyelj, a rajtra nagyon kell figyelni, találd el a megfelelő fordulatszámot különben. Az, megvagyok. Jó. És már szörnyen indítottam, nem tudom, hogy milyen a... Ó, oh, oké. Okay. Jó. Jó. Kukáért plusz oh! Ezt direkt csináltam, gyere, ez az jó, nagyon jó, nagyon szép érzékén veszük a kanyart, pici finom ív, és az a lényeg, hogy jönnek szembe is. Az egy jó verseny. Elkaptál egy hotdogárust valahol. Ez nagyon jó. Igen, emlékszem már erre a játékra, legalább egyszer játszottam vele Balatonkenesén. Itt látjátok, ez egy teljesen realista megközelítés az utcai dolgoknak, mert szembe jön néhány taxi. Nagyon jó. A kormánykezelésed első rangú, azt nézzük. Hát két keréken kevesebb a súrlódás, sokkal gyorsabban mész. Ez az! Jó, nagyon jó, szépen filmben vesztük az éveket. Ez jó volt, ez szép. Körbeautóztad. Force feedback-es, hallod, Gábor? Az én is ezt akartam mondani. Oh, shit! Azt a pörgés! Na, ilyet tudsz te? Tengely körül! Tengely körül ötöt forogtál! Elmondom, hogy milyen tipjeim vannak. Ez műkocsajában ez a maximális pontszám.
Te a sineken jobban mész, mint normál úton. Úgy néz ki. Na most nem tudom, hogy érzitek már családi erőt, de... Ó! Oh, azt hiszed! Azt hiszed! Checkpoint! Behind! De jó vagy, jó vagy, jó vagy! Nagyon jó. Egy kicsit, ha kevesebb az oszlop, akkor előrébb lesz. Te is érted, hogy kevesebb legyen az oszlop, ahogy elnézem. De, hagy... Nem értek jelen. Finish! Ennyi. Fenomenális, lehet? Meg is voltunk már. Erről szól a szimulátorozás. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Gergő, úgy csazik. Viszlát. És meg is érkeztünk, itt vagyunk Gergőnél a nappaliban, és most mi tanítjuk meg Gábort streamelni. Még mielőtt ebbe belekezdünk, gyorsan megmutatom, hogy mit raktunk itt hirtelen össze. Egy kis mobil állomás, kérlek szépen, kedves kollégák. Van egy gamer laptop, ami elég erős ahhoz, hogy fusson minden, aminek futnia kell. Ott van egy OBS, és ott vagyok egyébként én magam. Haha, hello. Van egy monitor, mert Forza hetezni fogunk, és ott az Xbox One alattunk. Van egy kártya, és még szemben ott van egy webkamera, meg itt van a laptop tetején is, nem látszik. Egy másik webkamera, ez a setup, szóval kettő képet tudunk mutatni magunkról, tudunk egy gameplay képet mutatni, és tudjuk mutatni az asztalt, úgyhogy el is indítjuk a Twitch streamet. Mikrofon bekapcs, kedves kollégák, jelezzetek vissza, hogy hallotok-e minket. Szevasztok! Jó kis szirén az aján indítottuk a cuccot. Aha, hallotok? Városiesen. Ez gyors volt, igen, igen, óriási. Na ezt figyeljétek, hogy ki van most itt velünk streameléshez. Haha! Itt van velünk Weber Gábor. Gergő nappaliában összeraktunk egy kis stream setupot, ugyanis, ugye, amint a videóból kiderül, tanultunk tőlem a autót vezetni, viszont most te tanulsz tőlünk streamelni. Ez a streamer program, hogy kérlek szépen játszd be a mi intrónkat, na, okay, ami a start screen. Ennyi? Ennyi. És most igazából hallják, hogy mit... ment a tök jó Game Day iroda intro, és utána szoktuk azt, hogy bejelentkezünk, és így kezdődik egy adás. Ugye, amit mi még itt látunk az asztalon, az a chat, mert hogy ugye ti amikor tévéztek, akkor nincs ennyire direkt visszajelzés. A szerkesztőtől van direkt visszajelzés. A szerkesztőtől van egy laptopon ugyanígy visszajelzés, de nem látunk ennyire. Ennyire nem közvetlen a dolog, van egy szűrő benne, hiszen azért jönnek olyan kérdések is, amit azért élő adásban nem feltétlenül kellene felolvasni, vagy nem mindegyik lenne olyan, ami képernyőképesű állam, nem tudom, ilyen miről beszélsz. Könnyebb, nem tudod mit. Te mindent felolvasol. Dehogy csináljuk azt most. Ebbe az órában mindent fel fogunk olvasni, Ivi megígérte, én meg teljesítem. Ez egy poénos adás lenne így, nem? Mm. Van egy olyan webcam képünk, ami egy kicsit közelebbi, és kicsit nem annyira jó minőségű, mert hogy ez a laptop webkamera. Azért látszik a minőségbeli különbség, ez tedd meg vissza, a Logitech. Ezt jobban szereted? Persze. Gergőnek nagyon zora a feje van. Ilyen csúcs fejé változott, nézd meg. Tényleg. Kicsit elnyújtja a fejét. És van nekünk egy Forzánk, ahol mi itt egyébként óvatosan játszogatni fogunk, hiszen ez egy játék stream, miközben itt Gábor lesz az, akit rá kényszerítünk arra, hogy menedzselje ezt az egész stream témát, úgyhogy neked kell majd kérdést választani. Igen? Neked kell majd váltogatni itt a különböző képeket, sőt most megtanítalak téged arra, hogy kattints át kérlek a videójáték képére. A game-re akarsz? A game-re, igen, amit én nagyon nehezen elneveztem game-re. És amit látod, itt három source van. Igen. Van a webkamera. Igen. Van a mikrofon, hogy halljanak minket, meg van az AVR kártyánknak a... Nem is tudom. Kimenete. Milyen. Kimenete, így van. Az a gameplay kép. Viszont mi van, hogyha valaki nem ezt a kamerát akarja nézni, hanem ezt a bénábbat. Na akkor azt most adjuk hozzá egy source-ot, kérlek szépen. Okay. Leokézod. Oké. Okay. És ott vagyunk. Na most ezt ugye lehet össze-vissza méretezni, meg oda helyezni, ahova azt te szeretnél. Elég ezt komoly gyors talpalót nyomsz azért. Hát figyelj. Meg rajta vagyok a szeren, de most ugye egy kicsit így jegyzetelek, folyamatosan így mennek a fakokba a fejembe. Streamelés varázsa. Itt így mindent meg kell oldani. Te ezt tudod mind fejben. Persze. Megkérdezek ilyen hülyeséget. Ezért jön át mindig Imi, nem? Szépen.
Az a helyzet, hogy Gergő a videókészítésnek a mestere, meg a greenboxozás, meg minden ilyen utómunka. Én viszont az utóbbi időben többet streamelek, tehát nekem ez van benne jobban a kezemben, úgyhogy mi így tudjuk egymást kiegészíteni. Tökéletes. De ezzel pontosan tudod, miről beszélek, tudom. Hiszen ti is kettő. Én is párban dolgozom, így van. Na, akkor az a te esztétikai érzékedre bíznánk most, hogy azzal mit kezdesz. Ezzel? Dani Ádám azt mondja, az szép Gáborral forzát tolni. Főleg úgy srácok, hogy a Gábor nem forzás. Egyáltalán. Kontrollert se láttam még. Na jó, közelről, de nem játszom vele. Viszont ezt a kroppot, ezt megjegyzem. Zoli, vigyázz, szújjon a küzene. Ne, hogy levágjad? Ilyen kroppot viszek magammal közvetítésbe, és amikor... egyébként számtalanszor előfordul, hogy nekem se tud beállni a szám, meg Zolinak se. És valamikor kicsit egymás szavába vágom, hogy a közvetítés, és olyankor jó lenne egy ilyen vágó. Ő engem vágna le magáról, én meg őt, és akkor így szépen befejezhetnénk a mondatainkat. De hát ez a szép, hogy ez így. Ez egy páros műfaj, de erről ti is tudtok beszélni. Abszolút. Ez nem olyan egyszerű dolog, ez nem egyik napra a másikra alakul. Nem. Meg erre rohadtul kell koncentrálni egyébként. Ez nem úgy, hogy az ember beül, és akkor tessék, tiéd két mondat, mert lehet, hogy olyan gondolatod van, ami 6 mondatban lesz kifejtve, és akkor a másiknak érezni kell, hogy hol tud belépni. Nem kell 6 mondatos gondolatot. Nem, ez abszolút nem egymáson múlik. Nem közvetítettél te még unalmas szabad edzést de, másfél órában. Persze, de, nem, tehát hogy az, mindenki tudja, hogy mikor jön el a szófosás ideje, de én úgy gondolom, hogy itt neked kell arra figyelni, hogy becsatlakozhasson, tudjon a másik becsatlakozni, meg meghajd azt a helyet, ahol tudod, hogy majd ő jön az ő gondolatával. És hogy nem kell túlbeszélni feleslegesen a dolgokat. Szerintem ez abszolút nem egymással, hanem közösen alakítatok ki egy olyan hullámzását a beszélgetésnek, hogy a másik is megkapja megfelelő helyet. Így van. Én az borzasztóan gyűlölöm, és ez minden szempontból elviselhetetlen, hogyha valaki annyira szereti a saját gondolatait, hogy úgy gondolja, hogy az önmagában tudod így érték, hogyha sokan vagytok akkor is, rengeteg ilyen beszélőgetős műsorban voltam, ahol mindenki úgy érezte, hogy akkor én jövök beszélni, akkor most így kiadok magamból mindent, és aztán megnyugodtam, akkor abba hagyom. Mert itt egy olyan kontentet gyártok, ami a kettőtök hozzáadott értékéből áll. Ennyi. Nyugodtan jöhetnek a kérdések. Azt mondja Rád Risi, hello, sziasztok, tiszteletemet a pilótáknak. Köszönjük a többes számot, enyhe túlzástak érzem. Miért de... egész jól nyomtad ma? Ugye ők még nem látták. Ők még nem. Lásd el szerkesztői feladatodat. De ugye szóban is válaszolhatok, nem kell írni. Nem kell írni, viszont itt a kérdés. Mit szólsz az F1-ben? Rad Ricsi kérdezi, hogy mit szólok a Glóriához, amit bevezetnek a Forma 1-ben 2018-tól. És a kérdésre válaszoltam. Mi ez a Glória? Ezt akartam mondani, tudod most, ez egy stream. Ez egy stream. Ide bárki adjatok egy matchboxot, vagy valamit, és elmagyarázom. Bármilyen autód van-e, Gergő? Nincs. Na, ne szórakozz, egy matchboxot, gyerekkorodból, bármi. Mindent megette a kutya? Nem, Gergő nem volt téve dobozban. Gergő nem volt nagy gyerek, nagy fiú vagyok, és 20 éve nem játszott a matchboxot. Figyelj, én már nagyon rég nagy fiú vagyok, és még mindig tudok kisfiú lenni. Akkor elmagyarázom a telefonomon, jó? A lejjebb görgetsz, ott van egy asztal, csak akkor ezt tedd le tálcára. Ide? Igen. És akkor most csak ezt látják a kollégák. Okay. Vagy ezt a képet külön is be tudjuk illeszteni a streambe, most azt is csináljuk meg. Jó. 2 hours later. Ott van. Nyomsz egy okét. Paf. Puf. Na. És akkor ezt is természetesen mondjuk lehúzhatod ide, és ne legyen útva. Nem is ide. Oda néz. Szuper. Rátettem a monitor hátuljára. Tök jó. Na. Tényleg nagyon ronda. Nagyon ronda. Ugye? Tehát ez itt fekete, a Ferrari-n látszik Räikkönen autója, ez a fekete elem a Glória. Ami a Williamson fehér, meg majd mindenki úgy festi, ahogy akarja, és ez védi meg a versenyzőket a nagyobb becsapódó alkatrészektől, mondom, leginkább a kerekektől, vagy nagyobb lehulló alkatrészektől, akár a japán bajnokság és a VTCC egykori csapatai egy teljesen más mércsavál, a fejed, Gergő.
Beszélek össze, biztos közben vezetek. Nem jön hitelesen a szakvéleményed, hogyha a homokpadról mondod. Köszi. Sajnálom. Köszi. Hát figyelj, kontrollerrel nem tudom, hogy ki... Mutass versenyzőt, aki kontrollerrel jól megy. Én mondtam, hogy ezzel nehéz lesz, viszont még mindig nem pördültem meg. Na most ez egy pördülés. Közben... És nézem a kérdéseket. Jönnek a kérdések, ott van például Smeb Julak kérdése. Mi itt? Mit vártok a McLarentől jövőre? Segítek, felolvastam helyettet. Nagyon jó. Várjál, én most itt próbálok erre dűlőre jutni ezzel, de... Az a baj, hogy dűlőre jutottál. Én most már itt dónatokat csinálok, csak gyakorlatilag a Monza egyenes végén, mert az nagyon jó. Ez olyan jó szó viszont, és egyikötök sem reagálta, nem, meghalok, én meg mit sem mondtál? Is ülök. Mondtad, hogy próbálsz dűlőre jutni, de mondtam, hogy oda jutottál, az a baj. Értettem, én azt mondtál, néztem, de... hogy megsértődött-e az öreg, de hála Istennek, nem, jó néven lett a viccet. Én próbáltam ezt kikerülni, ezt a poént, úgyhogy... Olyan volt, mintha nem is mondtad volna. Értettem. Tudod, értem a viccet, csak nem szeretem. Na, további kérdések, miközben a kurva Grandén próbálok áthatolni. Family friendly stream. Kurva Grandinak hívják ezt a kanyart, ne szórakozva, Monzába! Kamerát és elsők látott, lettünk, pedig nem adtad ki, pedig megnyertük a versenyt. Várjál, gyorsan megint. Ott vagyunk mindjárt. Azért nézd meg, hogy az Imre az első, jó első ott helyre van. Futott be, itt táncikál. Egyből egy. Igazi mozgáskultúra az autón belül és kívül is. Ó, nagyon lazán, illegeti magát. Akkor nem maradt más hátra, mint befejezni a streamet, amit úgy kell, hogy először is kimjútolod a mikrofonunkat, de még ne, mert még hallják, hogy beszélek, ugye erre az ikonra kell majd kattintanod. Erre? Igen, de még ne kattints oda. Mert hogy akarsz beszélni. Így van, mert hogy elköszönünk a kedves kollégáktól, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszi. Ezek voltunk mi így hárman, és akkor mikrofon, mute és az Endre.